Üdvözlök mindenkit! Ez alkalommal egy egyszerű, dekoratív pávatoll mintavariációt kötünk. Az ismétlődő mintaegység 13 szem, ehhez kettőt adunk a szimmetria miatt, illetve a szélszemeket. Magasságban 4 sort kötünk. Ezen a darabon 3 mintaegységet kötöttem, 3x13 plusz 2 plusz 2, 43 szemen. Együtt 2 mintaegységet kötünk majd, 2x13 plusz 2 plusz 2, 30 szemmel indulva. 30 szem van a tűn, indulunk az első sorral. Az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. Első sor, szélszem, 2 fordított, 11 sima. Ez egy 13 szemből álló mintaegység, ezt ismételjük. 2 fordított, 11 sima. Az ismétlődő mintaegységek után a szimmetria 2 szeme, 2 fordított, szélszem. Második sorra visszaálljen, szélszem, fedetten kötünk, az ismétlődő mintaegységek előtt 2 sima szemünk van. Indulunk az ismétlődő mintaegységekkel, 11 fordított, 2 sima. Újra 11 fordított. 2 sima. Szélszem. Harmadik sor, szélszem. 2 fordított. Egy ráhajtás. A következő 4 szemet jobbra dőlve simán összekötjük. Első szálból összekötjük tehát a 4 szemet simán. Ha nehéz ezt megoldani, egyben összekötni a 4 szemet, mint ahogy nekem is, hiszen inkább szorosan, mint sem lazán kötök, megoldhatjuk úgy, hogy először 2 szemet kötünk össze simán, első szálból jobbra dőlve, az így kapott szemet visszatesszük a bal tűre, majd a következő 2 szemet erre ráhúzzuk. És át a jobb tűre. Így tehát 4 szemet jobbra dőlve kötöttünk össze simán. Utána ráhajtás sima egyszer, ráhajtás sima kétszer, ráhajtás sima háromszor, és még egy ráhajtás. A következő 4 szemet balra dőlve kötjük össze simán. Ehhez 3 szemet átfordítok hátsó szálból kötendővé, külön-külön úgy szúrok ebbe a 3 szembe, mintha simán kötném, és átteszem a jobb tűre, 2, 3, a 4. szemet simán kötöm, majd a 3 átemelt szemet erre ráhúzom, akár külön-külön, akár egyben is lehet ezt a 3 áttett szemet. Így tehát 4 szemet balra dőlve kötöttünk össze simán. Egy ráhajtás. Itt fejeződött be az ismétlődő mintaegység, újra kezdjük. 2 fordított. Egy ráhajtás.
megpróbálhatjuk a négy szemet egyszerre összekötni simán első szálból, hát ha így is sikerül. Így tehát jobbra dőlve kötöttük össze a négy szemet simán. Ráhajtás sima egyszer, ráhajtás sima kétszer, ráhajtás sima háromszor, ráhajtás. A következő négy szemet balra dőlve kötjük össze simán. Megpróbálom most ezt a négy szemet is egyszerre összekötni. Ehhez át kell fordítanom mind a négy szemet hátsó szálból kötendővé, hiszen ha így kötném össze hátsó szálból a négy szemet, akkor csavart szemet kapnék. Most tehát nem hármat, hanem mind a négyet átfordítom hátsó szálból kötendővé, úgy szúrok mind a négy szembe külön-külön, mintha simán kötném, és átteszem a jobb tőre, vissza a balra, és így az átfordított szemeket hátsó szálból simán összekötöm. Ezzel tehát balra dőlve kötöttük össze a négy szemet simán. Egy ráhajtás. Az ismétlődő mintaegységek után a szimmetria két szeme, két fordított szélszem. Negyedik sor, a visszáján, szélszem, fedetten kötünk, ugyanúgy, mint a második sorban. Az ismétlődő mintaegységek előtt kettő sima szemünk van. Indulunk az ismétlődő mintaegységekkel, 11 fordított szem következik, látjuk, hogy az előző sor ráhajtásait is fordítottan kötjük majd. Kettő sima. Újra 11 fordított. Kettő sima. Szélszem. Ezzel a négy sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!